Sziasztok, szép napot kívánok! Chef Executive Albuk Gyula vagyok, az Avalon Parkból jelentkezem, és egy nagyon kellemes nyári tésztát fogok nektek készíteni így a nyár végére. Citromos linguini. Amivel kezdünk, miközben citromot hámozunk, a vízünket forraljuk, megsózzuk, és beletesszük a linguini tésztánkat. Ezt a brendet használjuk mi is az étterembe. Ajánlom, hogy próbáljuk ki. Durum tésztáról van szó, régi olasz család készíti. Ne ijedjünk meg attól, hogyha nem fér bele a tésztánk a vízbe, szándékosan hoztam kis edényt, mindjárt megmutatom a trükköt, hogy ez milyen szépen bele fogja ereszteni magát, ahogy forr a vízben. Már is célnál vagyunk. Közben hámozzuk a citromot. A citrom héja és a leve egyaránt szükségszerű lesz majd az tésztánkhoz. Nagyjából ennyi, két adaghoz. Julienne-re vágjuk. Lesózzuk túl a vizet, ezt fogom felhasználni a levét a tészta készítéséhez. Olívaolaj. Ez esetben használjunk extra szüzet. Szükség lesz még egy kis rákfarok, jól esik. Félbe vágjuk, ez nem véletlen. Gusztában fog kinézni a tetején. Úgy nagyjából 5-6 darab félbevágva bőven elég lesz az a mennyiséghez, amit mi akarunk most főzni. Tésztán igazítunk, óvatosan simogatjuk. Belemehetünk a serpenyőbe. Nem túl forró, nem bécsit sütünk. Halvány igazítás. Ilyenkor egy, mondhatni, közepes sülést nézünk a ráknál. Citromot félrehúzzuk, kicsit forrázzuk, mondhatni, budjantjuk ebbe a kis lében. Igazítunk. Tésztavízből. Hozzápót. Petrezselyemet. Durvára vágjuk. Hozzáadjuk. Még egy kanál víz. Ilyenkor egyértelműen sót nem adunk hozzá. Szükségtelen. Szépen krémesedünk. Ügyesen bekészültünk. Pötty tejszín. Bum. És itt lezárjuk. Mikor már a tésztán kész, egyből szépen nem szűrögetünk, egyből mehetünk a kis tésztánkkal a ragúba. Bum! Olyan egyszerűen, nem kell félni tőle. Helycsere! Ne féljünk attól, hogy belemegy a mag, legalább tudjuk, hogy citromból van. Ilyen trükköt lehet gemúzni. Várunk egy kis szösszenet pezsgést itt. Még úgy érzem, egy szösszenet tésztavizet elbír. Támadunk. Jobbról tálalunk. Ne bonyolítsuk. Lazán, olaszosan, háziasan főzünk. Próbáljuk ne törni a tésztát. Finoman bánjuk vele. Megvárjuk azt a ragú sűrűséget. Soft. Minden, amit érdemes, tegyünk a tésztához. Hogyha valakinek túl erős a citromnak az aromája, előtte egy picit meg lehet forrázni, egy pár perce forrásban lévő vízbe belemártjuk szűrőbe, lehűtjük és azzal tudunk utána dolgozni ezzel. Előre is tudunk készülni, hogyha valaki szereti azt a kis keserű és kellemes savasságát a citromnak, bele lehet tenni. Már csak a végső finomítás, laza olasz módon. Bon appétit!